A népviselet egy olyan jelrendszer, mely kifejezi viselőjének korát, nemét és nemzetiségi hovatartozását. Április végén tartják országszerte a népviselet napját. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának közössége a különböző tájegységek viseleteiben vonult ki a pécsi Széchenyi térre, hogy flashmobbal és táncházzal hívják fel a járókelők figyelmét a népi kultúrára. Itt a Nagy Lajos gimnáziumban én úgy gondolom, hogy ezért a legtöbben a táncegyüttes vagy a táncház kapcsán találkoztak a népviseletekkel, inkább a táncegyüttesek kapcsán. A Nagy Lajosnak is van egy saját néptáncegyüttes, a Magura táncegyüttes. Nekik ugye van egy jelmeztáruk, tehát ezek nem eredeti népviseletek a legtöbb esetben, hanem gyakorlatilag színpadi kosztümök, amiket a népviseletek alapján igyekeztek megvarni. Természetesen sokszor egy kicsit praktikusabb szempontok szerint sok ilyen ruhát láttunk ma. Sokan voltak stilizált népviseletekben, amik hasonlítanak a népviseletekhez, de igazából nem az. És azért voltak, akik a nagyszüleik vagy a szüleik lánykori ruhájában érkeztek. Nagyon-nagyon szép viseletet mutatott be az egyik növendék Sárközből, és valóban igaz, hogy a nemzetiségek, tehát például a horvát nemzetiséghez tartozó diákjaink közül többen voltak eredeti népviseletben, tehát Mohácsról sokan érkeztek még a nagyszüleik ruháiban. Bosnyák népviseletben jöttem, és ez a saját népviseletünk, mivel most már idén 10 éve horvát néptáncolok. Az ink, a kötény, az alsó szoknya és a felső szoknya, bütykös harisnya és a gyöngycsor meg a pénzes nyaklánc. Szalántára jártam iskolába, és mivel horvát nyelvet is tanultam, a nővérem is horvát néptáncolt, így én is követtem az ő példáját. A néptáncot hobbiként csinálom, a horvát nyelvtanulással pedig nem voltak terveim, mert 8 évig tanultam a horvátot is. A horvát mellett a sváb viseletek is előkerültek. Ez a sajátom, kivéve a kendőt, ezt egy nagyon jó barátomtól, a Dórikától kaptam kölcsön. Én hetente táncolni járok a táncegyesületünkbe, és mi nagyon fontosnak tartjuk a sváb hagyományok megőrzését. A táncegyesületünkkel folyamatosan járunk fellépésekre, akkor ebben táncolunk, valamint az ünnepi viseletet, ünnepi miséken vesszük elő, ahol ezt hordjuk. Ez vémjén is sváb viselet, azért húztam, mert családunké. Például ez a ing, ami ez igazából csak itt láttam. Sváboknál. Az iskolába táncolok. Mint néprajzkutató kerültem ma ide, és mint az iskola tanára, úgyhogy én úgy készültem, hogy egy előadást tartottunk a gyerekeknek a népviseletek megközelítési szempontjairól, a különböző történelmi korszakokról, az paraszti öltözködés különböző korstílusairól, illetve egy néprajzi fotókiállítás található itt a hátam mögött, ezt a Diós Viszlói Önkormányzattal hoztuk létre. Diós Viszló Siklós mellett található, egy nagyon nagy szőlőhegy található ennek a falunak a határában, és én a Pécsi Néprajzi Múzeum fotótárában nagyon sok fényképet találtam erről, így tudtunk egy olyan közös kiállítást létrehozni a Pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályával, illetve a Diós Viszlói Önkormányzattal közösen, amit kölcsön kértünk egy hónapra, és itt a népviselet napja kapcsán állítottunk ilyen Nagy Lajos gimnáziumban, hogy a gyerekek is láthassák ezeket a fényképeket. A 7 éve indult kezdeményezés mottója, hogy legyen a népviseletnek is egy napja, nem változott. Sokan csatlakoztak, szebbnél szebb viseletek kerültek elő, óvodákban, iskolákban gyerekfoglalkozásokat tartottak, valamint országszerte rögtönzött táncházakra hívták a turistákat, járókelőket.